Összecsaptak a fegyverek, peregtek a dobok a kardforgatók országzászló téren tartott bemutatóján. Nem csak a fehérváriak, hanem a turisták is érdeklődve figyelték, ahogy megelevenedik a múlt a belvárosban. Egyikük például Borsod megyéből érkezett Székesfehérvárra, mint mondja, lenyűgözte a korhű bemutató. A ruhák is egész korhűek, maga a vívás is, és ahhoz képest, hogy milyen fiatalok, ugye nagyon jól csinálják. A kardforgatók 16. századot idéző ruhában és fegyverrel próbálták életre hívni a múltat. Widermann Csaba rendkapitány szerint a mai napig érvényes értékeket tudnak közvetíteni a mintegy fél órás bemutatók segítségével. Valós részesei lehetnek egy adott kornak, egy adott hangulatnak. Amikor közelről tapasztalhatják meg ezeket a fegyvereket, amikor hallhatják a hangjukat, amikor látszik, hogy folyik az embereken az izzadság. Mi mindenféleképpen erre törekedünk. És ez a cél, hogy megismertessük a saját történelmünket, és azon belül lehetőség szerint Fehérvár történelméből és a megye történelméből tudjunk olyan szeleteket kiemelni a saját történelmünkből, amit érdemes feltállalni a mai élő ember számára. Az idei történelmi kavalkád 4 héten át igyekszik elkápráztatni a fehérváriakat és a városba látogatókat. 2-szer annyian érdeklődtek a műsorok iránt, mint az előző évben, mondja Nagy Judit, a Szintér Egyesület elnöke. Közel 200 ember dolgozik azért, hogy kikapcsolódást nyújtsanak a járókelőknek. Az élőképes krónikán rengetegen voltak, ez volt a történelmi kavalkád egyik legkisebb programja, és azért mondom, hogy egyik, mert a hagyományőrző barátainknál a lovagi bemutatókon, mint ahogy most is látható a kardforgatók bemutatóin, illetve a különböző korok, divatok bemutatóin is rengeteg ember megfordult. Ezt szeretik az emberek, a középkori város arculatot, a középkori város hangulatot, és minden, ami látványosság, amiért érdemes elkattintani egy fényképezőgépet Fehérváron. A múlt idéző hangulatot augusztus utolsó hétvégéig élvezhetjük. Lovagi bemutatók, élőképes krónika és például Vatai elfogásának interpretációja zárja ez évben a történelmi kavalkádot.